a civil világgal nem most kezdtem ismerkedni, és nem államtitkárként, de azt világosan kell látni, hogy 20 év után is, ahogy előbb említettem, nagyon sok félreértés van, és nagyon sok bizalmatlanság van. Önök, amikor ezt a nemzetközi konferenciát tartják, és ezen az úton elindultak, akkor nyugodtan mondhatom, hogy a bizalomépítésbe kezdtek bele. Meggyőzni a közéletet, meggyőzni a társadalmat, meggyőzni, hát hadd mondjam így ebben az esetben, hogy a mi félénket, hogy a civil élet fontos, a civil élet döntő, és a civil élet nélkül nincs kibontakozás. Ma ezt nem, sokan nem így gondolják. Sokan úgy gondolják, hogy majd valaki valahogyan megoldja a dolgainkat, megoldja a problémáinkat. Önök egy újfajta keretet szeretnének megszabni a saját életükben, a saját civil környezetükben. Én magam részéről, és nyugodtan mondom, a Magyarország kormánya részéről minden segítséget megadom, ami ugye nem zavarja az önök autonómiáját és az önök szervezeteinek a függetlenségét. A magyar polgárok véleményének figyelembe vételével neves szerző munkájával elkészült egy olyan civil etikai kódex, amelyben közreműködtek lengyel barátaink is, és közös volt az elhatározásunk, hogy kezdeményezésünket kiszélesítsünk az európai országok civil közösségei felé. A mindenkori kormányoknak tudomásul kell venniük, hogy a társadalmi normarendszerek közül az erkölcs élvez elsőbséget. A jogszabályalkotás pedig a gyakorlati élet civil társadalom által közvetített igényei alapján történet. A nemzetközi konferencia tovább formálja a civil etikai kódexet, emeli annak színvonalát. Reményeink szerint 2014-ben az Unió 28 országának szakemberei egy közös konferencián véglegesítik az európai civil etikai kódexet. Az emberi függetlenség, a szakmaiság, a hitelesség, az erkölcsösség, a közösség érdekeinek elsődlegessége, az emberiség számára fontos ügyek iránti alázat biztosíthatja az európai civilek lelkiismeret által vezérelt érdekérvényesítését. Tehát én azt gondolom, hogy a változás azzal kezdődik, hogy civilek vagyunk. Egyszerűek vagyunk, átlagosak vagyunk, de kedvesek vagyunk. Nagyon gyakran az emberek úgy érzik, hogy nagyon távol vannak a hatalomban lévőktől, a politikaiaktól, a politikusokat, mint valami elit osztályt néznek. Ez meg kell, hogy változzon. Ezt a változást úgy tehetjük, hogy átlagossá tesszük a politikát. Meggyőződésem, hogy a válság feloldása nem képzelhető el a civil társadalom nélkül, hiszen a civil részvétel, a civil közpolitikai tevékenység az, amelyre az állam mindenkor támaszkodhat, és amely nélkül elveszti közjó iránti elkötelezettségét, elveszti meghatározó szerepét, és végül elveszti a demokráciát is. És már is itt vagyunk a civil etikánál. A civilek erkölcsi kötelessége, a közjó iránt elkötelezett állam és a demokrácia a szabadság értékeinek védelme. Csak a civil társadalom képes a piac individuális, egyéni érdek alapú logikáján túllépni, non-profit alapon fellépni a közjó érdekében, és egyben azokat az erkölcsi normákat érvényesíteni és megvédeni, amelyek a civil hagyományokban és intézményeknek gyökereznek, olyanokban például, mint a nemzeti identitás, a család, a kereszténység, a szolidaritás vagy a szeretet. Mit is jelent a függetlenség? Ugye minden civil úgy definiálja magát, hogy én független civil szervezet vagyok, független vagyok az államtól, független vagyok a társadalomtól, független a piactól, mindentől független vagyok, ezért vagyok civil. Majdnem, hogy szinonímaként használjuk ezt a kifejezést. Ugyanakkor a civil és a civil szervezetek miben működnek egy olyan társadalmi, jogi, gazdasági környezetben, amelyet bizony az állam, társadalom határoz meg. Magyarán már is függőségi viszonyban vagyunk, hiszen ebben a tevékenységünket ebben a környezetben kell végrehajtani. Ugyanakkor tudjuk formálni is, ez a lényeg a civilségben, a civil társadalom emancipációja megtörtént, de azt hiszem, hogy a civilek egy jó részét nem vettek össze. Tehát mind a piac, mind az állam oldalára elismerés megtörtént, de mi magunk civilek még nagyon sokszor rágódunk azon, hogy vajon ugyanaz szerves része vagyunk-e a
társadalomnak, mint a piaci széra, illetve az állami szektor. Hogyha ezt magunkban tisztázni tudjuk, és el tudjuk fogadni, hogy a három szektorú gazdaságnak nagyon fontos szereplői vagyunk, akkor azt hiszem, hogy ez a függetlenség kérdés tekerhetjük a napirendről. Ez a civil társadalom nagyon aktív manapság Bulgáriában. Közös nap mint nap demonstrációk zajlanak már június óta, aminek során azt követelik, hogy szűnjék meg a monopóliumok, az oligarchák rendszere, a korrupt politikusok tűnjenek el, és ez elképzelhető, hogy a társadalom előbb-utóbb morális alapokra helyezkedik. Köszönöm szépen! A civil paradigmában viszont két egyenrangú ember egymás méltóságát értékelve lép üzleti akcióban. És ezért ebben a körben a kölcsönösségnek, a jóhiszeműségnek, az ingyenességnek, a nagyvelkűségnek helye van. Tehát ezt csak ebben a kapcsolatrendszerben tudom megtenni. A civil paradigmában is a gazdálkodásnak az alap motivációja az önérdek, de ez az önérdek nem az ellenszínűszi szubjektívan érdek, hogy minden csak az én céljaim elérüljön ki, hanem így kimondjuk, hogy a valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Tehát nekem szükségetem az, hogy a másiknak is jó legyen. Mik azok a hátráltató tényezők az országban, amelyek gátolják, hogy a civil téra jobban kiterjedjen és elfoglalja a méltó helyét? Egyrészt a legfontosabb gátló tényező az a jól ismert tény, hogy a ukrán politikai rendszer meglehetősen korrupt. És ebből kifolyólag emiatt a civil szférában is jelentős korrupció átszivárog. Sajnos ettől sok esetben a magyar civil szervezetek sem tudnak teljesen megszabadulni. Kereszténységben minden egyes történelmi szituációban nagyon komoly lelki tartalmak törhetnek elő. Tehát van valami különös volt a lelki tartalma a kereszténységnek, amely minden egyes ilyen, hogy mindenkeztet válsághelyzetben így hirtelen előttől. Másnak fogalmazás, hogy van egyfajta keresztény géniusz. Nem kérdezhetően ez a mai kultúra és a keresztény géniusznak a maradvány. És akármi is lesz, szerintem erre a kereszténységnek, mint világnézetnek, mint vallásnak, mint kultúrának, és mint civilizációnak is lesz egyfajta válasz, illetve van már egyfajta válasz. Ugye nagy a vita arról, hogy lehetséges-e egy etikai kódexbe értékeket belevinni, belefoglalni, amiről sokan úgy gondolják, hogy nem egyetemlegesek, hogyha ezek az értékek nem egyetemlegesek, akkor nehéz egy ilyen dokumentációt megfelelően összeállítani. Tehát a kortárs vita gyakorlatilag arra tolja el a vitát, hogy mely értékek szubjektíve meghatározhatók, és melyek azok, amik alapértékek. Például az Európai Unióban képeseknek kell lennünk a megfelelő, vagy a nem megfelelő viselkedés nyomon követésére, monitorozására. Talán az útmutató nem a legjobb módja annak, hogy ezt betartassuk, de a különböző szervezeteknek és az embereknek meg kell adni a megfelelő információt, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. Az a civil eszmény, amiről beszélünk, az rengeteg veszélynek van kitéve, hiszen a civil, ha függetlenségét megtartja, akkor eszköztelen. Ha eszközökhöz nyúl, vagy eszközökhöz jut, akkor viszont valamilyen támogatást kap valakitől, tehát függ valakitől. Általában ez a függés politikai függés szokott lenni. És itt tessenek akkor jobban odafigyelni. A kisebbségi létben általában szerep halmozunk vagyunk. A román parlamentben pillanatilag 28 magyar képviselő, a 28-nak fele civil szervezet vezetője. Hogy van ez? Ő saját magát ellenőr, és akkor ő magának piros pontot adott, hogy jól viselkedik, és fekedében, amikor rosszul. Képes civil kontrollt végrehajtani az a civil szféra, amelynek a vezető jó részt politikai tisztségeket visel? A kérdést egyáltalán nem látó lát,
hanem nagyon is valós, lényeges kérdés. Ilyenkor kell feltenni a kérdést. Civil szembenállás, de kivel? Kivel szemben kell a civil kontrollt érvényesíteni? Az állammal szemben, vagy azzal a politikummal szemben, amely a kisebbséget képviseli, és az állami erőforrások elosztásában a kisebbség vonatkozásában szerepet kap. Halkra fogom a szavamat, és azt mondom, kisebbségi civil kontroll tájaikon még fából vasfalik. Azt képzelnénk, hogy az író, mint művész, ellentétben más társadalmi hivatások képviselőivel nem köteles megfelelni semmiféle erkölcsi normának? Lehet-e, szabad-e az írót etikai kritériumok alapján értékelni? A kitűnő lengyel író, Eustachy Rylszky, nemrég nyilatkozta, hogy az író erkölcsössége, becsületessége és szava hihetősége azon alapszik, hogy azt írja le, amit maga is szívesen elolvas. Ez azt jelenti, hogy nem hatnak rá a divatos ideológiák, szellemi áramlatok, nem úgy ír, hogy illusztrálja a szalonok, az egyes érdekcsoportok, véleményformáló körök igazság. Azt hiszem, ez az alapja ma az írói etikának. Az egyik központi eleme a tisztesség. És bár a tisztesség nem garancia arra, hogy remek mű szülessen, nélküle azonban biztosan nem születik remek mű. Köszönöm szépen.